Robival régóta ismerjük egymást, és azt is tudom rólad, hogy vannak bizonyos kérdések, amiket hát finoman szólva is mondjuk azt, hogy unsz, vagy eleged van. Ezért azt javaslom, hogy kössünk hozzá egy üzletet, jó? Jó. Mutatsz három dolgot, amit ne kérdezzek meg már. Mi a csikidám? Aha, ezt eltaláltam volna. Miért gidáknak nevezik a gidákat? Háromból kettőt eddig eltaláltam. Igen? A harmadik az még, ezt nem biztos eltaláltam magamban, de az, arra van egy tippem. Mit jelent az ergo? Ezt nem találtam el, de az jó is magában, akkor egy kérdésemet nem lőtted le. Egészségedre. Hát induljunk akkor a családodtól. Édesapád, Szikora Jenő táncdalénekes volt, bárokban, éttermekben, különböző rendezvényeken lépett fel. Tehát te már többen von Hausaus, azért a közel kerültél a könnyűzenéhez. Vitt ő téged fellépésekre? Tehát megtapasztalhattad közelről ezt a szórakoztatóipart? Abszolút. Abszolút. Olyan sok fellépése nem volt az apámnak, mert úgy volt, hogy mikor vizsgázott, régen ugye vizsgázni kellett, táncdalénekes vizsgát kapott, és azt gondolta, hogy őt már fogják hívni mindenhova. Tehát nem hívták sehova. És akkor otthon ült, telefon még nem volt nyilván, különösen Rákospalotán, és akkor rájött arra a kis kapura, a jók hézakban az ügyben, hogy az ember akkor még régen nem szervezhetett, mert az országos rendezőiroda, vagy a filharmónia, ezek szervezhetek, de magának mindenki szervezhetett. Úgyhogy az édesapám elkezdett magának szervezni, és azt mondta, hogy még akkor elhoznám, kedves művelődési ház igazgató, elhívnám a Kordát, a Kazall Lászlót, a Lorán Lenkét, és azt mondták, hogy jó. És akkor ez beindult a papámnak, és így, mint a piramis játékban ő is alá szervezett magát, vagy maga alá szervezte az igazi neveket, akik miatt ugye megvették a műsort. Úgyhogy ez volt. De Rákospalotán volt két hely, ahol a papám rendszeresen játszott, az egyik egy ilyen, egy Balla nevű hely volt, még a háború előtt is Ballának hívták, az egy kerthelység volt. Sokszor elmondtam, de az életem legnagyobb élménye az volt, hogy a papám hangbeállás volt, soundcheck volt. És akkor a papám azt mondta, hogy oda ment én az első sorban ültem, egy ilyen Bambi, meg mit tudom én, ott volt, és én néztem, oda ment a papám a mikrofonhoz, egy. És akkor a fa tetején voltak ezek a óriási megafonok, és akkor onnan szólt a papám hangja, mondom, ez a királyság. Fa tetejével szól a fater hangja, fú. És akkor a keresztapám volt a gitáros és dobos egyben, tehát kettő az egyben. Egy gázsért két szerepet játszott, mert nem volt több pénz, és akit gitározott a keresztapám, és így volt a nagy dobit, a Hello, Mary Lou, és elkezdtük játszani. És akkor volt egy zongorista, azt pedig udvarolt a mamámnak, de tehát ez volt a csapat. És akkor itt ezeket néztem, papámat is néztem, hogy milyen szépen énekel. A papámnak a legnagyobb, hogy ő nem egy színpadi ember volt. Akkor mondjuk az is igaz, hogy nem volt előképe, hogy kire szeretne hasonlítani. Mert tehát, hogy mondjuk a 50-es évek, 58-ban járunk, 59-60, ezekben az években járunk, amikor azért már volt, de még nagyon Elvis Presley, de filmek nem voltak, tehát nem jöttek át. Még a Szabad Európán lehetett hallani a dalait, de hogy mozog, azt nem tudta. És a papámnak minden képe, ami megmaradt a papámról, az, hogy így fogja a mikrofont, hogy a vér kijön a mikrofonból, a másik keze így. Tehát mind a Wikidál, mikor hős. Csak egy gondolom a hőség nélkül. Igen, és tehát, a roktárpesz nélkül. Igen, és be volt tojva mindig a papám, hogy azt tudom. És anyukám mondta, hogy Jenőkém, hát mikor vége a számnak, nézz úgy a közönségre, és hajolj meg, és a karzatra is. Jó napot kívánok. Ez papám ezt nem tudta csinálni. De gyönyörű hangja volt, becsület szavamra, hogy jó hangja volt. Maradtak utána felvételek, rádiófelvételek, 5-6 darab, és aztán egyszer, és itt lett a karrierjének vége. Bágyi Andrásnak hívták a rádiónak akkor a Totum Faktumát a zenei téren, és behívták a papámat, és énekelt. Majd a Bágyi András azt mondta, Jenőként, jó ez,
De van egy kis probléma, hogy Bámosi Janinak ugyanilyen hangja van. Ebben a kis országban nem kell két ugyanilyen hang. Ebben a pillanatban vége volt a Fater karrierjének. Ezt most nem tudom, miért van a Fater, miért mondom, mert soha nem mondtam. Szóval papám karrierjének itt vége van. Becsapta még az ajtót, azt tudom, mert ilyen kos. Nem szerettem az asztrologiát, de ilyen kos típus volt. Káromkodott egy cifrát, amit megint nem szokott, de akkor tudta, hogy itt vége. Ez érdekes egyébként, mert szerintem a szocializmus korszakából azért tudunk még néhány előadót mondani, akikkel az volt a baj, hogy már egy olyan volt a pályán, nem tudom, Kati és a Kerekperec például, akkor ugye azért nem kellett, mert nem tudom, akkor már volt egy Neoton familiája az országnak, és nyilván a sokkolyban futtatták. Tehát, hogy... Sokáig szerette az erdőse azt a kislányt, Katit. De hogyha jól értem, akkor te... Egyébként próbálom kitalálni, hogy milyen lehettél, hogy azért te nem örökölted ezt az introvertságot az édesapától, mert hogy viszonylag hamar elkezdtél zenélni, gitároztál, majd dobos lettél, ugye? Tehát még a kezdeteknél az nagyon fontos volt, hogy attól függetlenül, hogy a papám várta, hogy hívják fellépni, meg az akkor is a két hetenként egyszer volt. Lehet hallani, amit mondok? Jó. Szóval, de... A papámhoz járt dobtanár, Kovács Gyula nevében, aki jó jazz tanár, igen. A Kovács Gyula, igen. Akkor vágott ki. Akkor egy Madár Tivadar nevű... Ott a bejáratnál láttam a képét. Madár Tivadar nevű srác, aki steppelni tanított apámat, ez egy két méteres vékony pasi volt, steppelni. Majd az elment, és akkor jöttek ilyen cimborák, akik letettek magnót, egy ilyen baromi nagy magnót, és föltették mondjuk a Elvis valamilyen számát, és hogy ott a Jardiners együttes, a vokál együttes, hogy építi fel a vokált, és arról beszélgettek, azt konkrétan tudom. Tehát ez azért ott volt, tehát a von Haus ahhoz, ha már így szépen csehszlovákul mondod. Ez így volt, és akkor én nem nagyon tudtam volna mást is elképzelni, mint hogy legyek, és még akkor egy ilyen jelenet az életemben, hogy az Újpesten volt, és valamilyen kultúrházban volt, május 1-e volt, vagy valami anyák napja volt, nem tudom. Anyák napja az mikor van? Hát ez a május. Akkor jó mondom. És akkor ott azt mondta apukám, hogy amíg éneklek, Robikám, addig itt az öltözőbe ülj le. És leültem, és akkor bejött a Kovács Erzsi. Hát a Kovács Erzsi, nem tudom, önöknek mond, vagy nektek mond valamit, az akkor a sztár volt, egy elképesztő, fehér ilyen kosztümben, mert a fehér kosztüm is elnötött, csak a tévében láthattál, vagy nem tudom. És itt egy nagy vörös rózsa, és akkor megsimogatott, és ez óriási sztár volt, és mindenki jött be, miközben apám énekelt, kiürült az ét, vagy a kultúrház, mert mindenki a Kovács Erzsi az jött be. És akkor azt gondoltam, hogy én is ilyen szeretnék lenni, hogy a Kovács Erzsi. Igen. Na, hát akkor a gyerekkori motiváció megvan. És viszonylag, hát sőt, nagyon fiatalon te már zenekarban játszottál. Ugye One Word, azaz egy szó, ez volt az első zenekaratok neve. Jól tudom, a féltestvéred is játszott benne. Igen. Milyen dolgokat játszottatok, emlékszel? Miből állt a repertoár? One Word-del? Uh-huh. A bátyám, mikor benne volt, az a Moszkitóz együttes, hárman voltunk, és magyar vadslágereket játszottunk. Ja, bocsánat, hogy az Moszkitóz volt, igen. Olyan számokat, nem tudom, csak magyar számokat játszottunk, illetve én a Rock and Roll Music című számot énekeltem, el tudod képzelni a szöveget, nem? Tehát az angolul volt. Tehát ilyen fonetikusan levették. Persze, de hát az hol. Na ez cseh volt. Na mindegy, és akkor... Ez volt az én számom, amivel debütáltam, ahogy a hetedik osztályos voltam, igen, általános iskában, Tóth István utca, Rákospalota, és ugyanez volt ebből a számmal. Tehát ez egy Chuck Berry szám. És akkor, de ide elmegyek, mert ez volt a legnagyobb élmény életemben, ez volt az első fellépésem, Rákospalota. Kinyitották a két osztály között volt egy ilyen fa, mit tudom én, és akkor kinyitották a termet, és két terem, osztály, egyben nyitották. És mit tudom, 400 diák ott volt, ahogy játszottak, és volt egy kis emelvény, és akkor ott fölmentem az emelvény, és elénekeltem ezt a Rock and Roll Musicot, oly nagy-nagy sikerrel, hogy ez szombat volt, hogy hétfőn a lányok, a fejlett szép lányok, mondták, hogy behoztad a gitárt, mondom, nem, de volna behozhatom.
És tehát akkor is meghatározó élmény volt Kovács Erzsi, ugye? Jó, igen. Mondjuk, meg a két terem egy benyitása, és utána a felsős lányoknak a reakciói. Tehát, hogy végülis akkor azért a zenészi válásnak a motivációját azért elég rendesen. Igen, tehát én nem úgy kezdtem el, mint a szakmámban általában ezt mondják, hogy hát azért kezdtem el, hogy ott lehet csajozni könnyebben egy kicsit. De nem azért. És akkor innentől kezdve engem a lányok haza kísértek. Komolyan mondom, hogy majd útközben is beszélgettünk zenéről, és akkor ez volt. Egyet ugrottam a történetben, valóban ugye a Moszkitóz volt az első még gyerekkori zenekarotok. Ugye az én fejemben az volt, hogy te Hungáriában előtt a Fermel játszottál. Ugye? Ugrottunk? Ezt nem, a Mamördöt, ezt lesöpörtünk? Nem, éppen ellenkező, most akarom mondani, hogy nyilván most erre a beszélgetésre készülve utána olvastam, és azt láttam, hogy hát ugye ez egy jó pár zenekar volt még előtte, tehát a One World, az Anonymous, a Continental, a Szivárvány, igen. És az viszonylag rövid idő alatt is. Ugye azon gondolkoztam, hogy tulajdonképpen erre a periódusra jellemző volt az, hogy így nagy volt a mozgás a zenekarok között? Vagy hogy... Nagy volt a fluktuáció. Fluktuáció, igen. Igen. Kérlek szépen, az úgy volt, hogy kedves egészségére, az úgy volt, hogy 13 éves voltam, mikor egy éjszakai bárba, Verőce Maroson kellett játszani, ez egy trió volt, éjszakai bár. Bocsánat, 13 évesen te hogy játszottál? Lehet, hogy 14 voltam, bocsánat. Úgy játszottam, hogy ehhez kellett engedély. Bocsánat, 14 évesen hogy játszottál? Kellett engedély, és akkor volt a zongoristánk, aki egy hát ilyen ügyes fiú volt, és akkor vettünk vegytintát, és akkor hamisítottuk a személyigazolványt, hogy én már 18 éves vagyok. Uh-huh. És a nő, aki kiadta az engedélyt a Filharmoniánál, vagy nem tudom, a Oriba, és így nézte, azt mondja, maga 18 éves, mondom, ott van. Hát azt látom, hogy itt van, de maga nem 18, azt mondom, de bizony. Mondja, egy éjszakai bárba, és csak azért mondtam, hogy ott játszott az Anonymous együttes a nagy színpadon, és akkor a dobos sokat elvitte katonának, és azt mondták, hogy menjek ilyen dobolni. És aztán így kézről kézre adtak már ezek a nagyobb zenekarok, akik voltak. A Szivárvány együttes az 71 nyara volt. Olyan Szivárvány, az nagyon érdekes, ez egy rockzenekar volt, háromtagú volt, uh-huh. Tihanyi Gyula, aki valamikor a Névram együttesnek volt a basszusgitáros, és a Neményi mellett, Béla mellett az Atlantis együttesnek volt a basszusgitáros. Tehát ő egy valaki volt. Volt egy nagyon magas hangú énekes, azóta könyvkiadó lett, Novák Öcsi, és egy suhanc, egy csibész, aki Tátrai Tibornak hívtak, nem? És én. És így játszottunk a Kőbányi Ifi Parkban, meg minden sok ilyen Ifi Parkban, csak Black Sabbathokat, meg Led Zeppelint, meg ami akkor volt. Ez nagyon érdekes. Ezek iskolák voltak tulajdonképpen, és hogy volt ez a nagy mozgás a zenekaroknál? Hát ez olyan egyszerű, mert Anonymous együttes gitárosa, az Kis Ferenc volt, ő ott lakott, ami a Rege mozi volt, most már nem Rege az mozi, nem tudom micsoda, és vele Sévíz volt az Erzsébet söröző, és avval szemben pedig a Royal söröző. És oda bementünk, és a sörözőkben voltak, ebben a két sörözőben voltak a bítélet, tehát akkor ott minden. Akik buli után akartak találkozni, bementek az Erzsébetbe, az éjfélkor bezárt, és akkor átmentünk a Royal sörözőbe. Ott viszont 4-500 zenész, lehet, hogy sokat mondok, de mondjuk 3-400 biztos volt, és akkor ott alakultak a zenekarok, hogy te figyelj, én egy basszus, ott van, menj oda, ott te szépen a csülköt, tehát ez volt. Azért lehetett, mert nem voltak akkor még olyan nagy sztárok, illetve akik voltak, azok ne, igen, az Illés meg az Omega az nem, a Metro szerintem soha nem volt sztár. Legalábbis mindig ide fölhúzzák őket, hogy a három nagy Metro szerintem semmi nem volt. De ez az én véleményem, tehát én nem hallottam akkor, mikor... Tehát az Illés meg az Omega srácok nem jöttek be egyébként mindenki. Tehát a Radics Bélától kezdve, nem tudom, mindenkivel tudtál találkozni. Tehát akkor viszont gyorsan találhattál egy így van. Billentyűst, egy gitárost, vagy éppensége egy dobost. Szerintem nem, te nem panaszkodhatsz a tekintetben, hogy nem játszottál elég... Tudok én panaszkodni azért. De nem, hogy nem játszottál elég sikeres zenekarokban. Viszont pont ebben a periódusban volt egy sztori, amikor majdnem bekerültél egy nagyon neves zenekarba, és aztán utolsó pillanatban mégsem téged választottak, hogy ez a Generál volt ez a zenekar,
És hogy ezt te hogy élted meg, vagy mennyire élted már bele abban a helyzetben magad, hogy a generálban fogsz játszani? Hát figyelj, ebben a szakmánkban sok jellemtelen ember van, mind az egész életben, és volt egy srác, aki elhívott engem, mert ő ott volt abban a generálban. Nem akarom a nevét mondani, és azt mondta, hogy azt akarom, te dobolj. Amíg egyszer már megalakult, már csak azt hallottam, hogy megalakult, és ebben a pillanatban engem elhívott a Ferm együttes. És akkor oda mentem, egyébként a Ferm együttesből alakult a generál együttes, és én a Ferm együtteshez csatlakoztam az Anonymous tagjaival, ebben a Nagy Ferenccel, meg még a... Úgyhogy így. De én nekem jó lett, tehát persze a generál megnyert egy Kimi tudott, és milyen jó lett volna, hogy Kimi tud győztes is leszek, vagy valami, de én jobban örültem, mert akkor is később, akkor még nem nagyon tudtam, de mindig az ember a fontos a zenekarban. Nem is az, hogy játszik, de akkor nem így gondoltuk. Azt gondoltuk, hogy mindegy, hogy milyen ember jobban gitározza, mint az a képen van. Rúgjuk ki azt. Én annyi embert kirúgattam, hogy fú. Ugye a Fennben együtt játszottál Kékes Zolival, Környei Csabával, Környei Attillával, Gerdesics Ferenccel, illetve később volt egy Kékes Menyhárt csere, hogyha jól emlékszem, ott a gitáros poszton. Ugye ez egy pop beat történeti sorozat, tehát beszélgessünk egy picit a részletekről. Hogy milyen volt például az ori vizsgátok? Tehát ma már egy csomóan nem tudják, hogy ugye ahhoz, hogy te felléphessél országban, hivatalos rendezvényen, te is említetted már, hivatalos rendezvényeken szerepelhess, ahhoz az országos rendezvényszervező, intézet, jó? Rendezőiroda, bocsánat, köszönöm szépen, előtt kellett egy hivatalos vizsgát tenni. Hogy sikerült a Ferm vizsgája? Az volt a dolog, hogy lehetett egyéni vizsgát csinálni, és volt csoportos működési engedély. Azoknak a zenekaroknak, például a Hungáriának is, mikor beléptem a Hungáriába, most csak erre a pillanatra térek oda, nekünk is kellett volna vizsgázni. De akkor azt mondták, hogy a Hungáriánál csak egy tagcsere van, akkor nem kell. Tehát volt olyan, amikor nem kell, de a Fernél kellett. Hát ott is milyen simuléskedés volt, tehát hogy van egy zsűri, és az, hogy akkor már kötelező volt saját dalokat írni. Föl kellett írni 5 saját számot. De nálunk egy saját szám volt csak, Kékesnek a száma, és olyan címeket adtunk meg, ami abban a dalban szerepel, mindegy sor. Gyere már, baby, ilyen felém. Miért nem jössz már? Tehát, és bármit választanak, azt a számot játszok. És akkor szépen megkaptuk az ori vizsgát, szegény Bétus, a Gerdesics Ferenc, aki énekesünk volt, akkor szeret le, előtte a Sámson együttesnek volt. Most a neveket mondok, amit nem ismertek, de ezek nagy nevek voltak. Tehát Sámson együttesnek volt az énekese, elvitték katonának, több kopasz volt, és a Kékes Zoli az akkori mennyasszonyának, Zsuzsának egy ilyen hosszú szőke haját adta oda neki. És így énekeltünk, hogy ilyen mégiscsak ilyen bítesek legyünk, és akkor ezt a műhajat így a végén meghajott, és így mette. Annyira zavarba volt, hogy így. De megkaptuk. Igen, jó. Eszembe jutott az Ergónak a ori vizsgája. Majd arra talán egyszer. Na, hát majd oda fogom. Majd mindjárt ahhoz is odaérünk. A Ferm az tulajdonképpen már egy nagy zenekar volt, ugye? Abszolút. Aki az Ifjúsági Parkban játszott, az már minden volt. Milyen fellépései lehetőségeitek voltak? Tehát például ugye ma tudjuk azt, hogy milyen fesztiválok vannak, milyen klubok vannak. A 70-es évek volt első felében járunk. Volt 5-6 szabadtéri színpad volt, ifjúsági parkok, ez Kőbánya is volt, de nagyon sok. A Balatonnál igen, is volt. Igen. És aztán voltak városok, akik szívesen fogadtak zenekarokat, ez Dunai város volt az egyik. És akkor itt a közeli városokba tudtam menni játszani. Hát az négy menetet kellett játszani, ugyan második menet után rendszeresült a tömegverekedés, tudod? Hát az rendkívül érdekes volt. És akkor mindig úgy csináltuk, hogy mi nem is vesszük észre, hogy mi történt. De hát én mindig megálltam, mert az volt a vége, hogy egy ember trukdok csak négyen. De ez ilyen csajok miatt kirobban bunyó volt? Vagy egyáltalán csak ilyen hatalmi harcok, vagy ilyen kiamenő csávok? Hát sok, hát figyelj, Alma Bor is azért tudhatna. Még akkor is a 9 forint 60 fillér volt, az almabor, az is hatott, úgyhogy.
azt mondtam, hogy Orszánszki Jackie-ekkel is jóban voltatok, és hogyha ha elhúzódott, egy-egy ilyen koncert elhúzódott, igen, és már kicsit untátok, akkor felhívtátok őket, hogy jammeljenek veletek együtt. Igen, akkor a Jam Sessionnek volt az aranykora, és volt, ha már Orszánszki Jackie-t mondod, annak volt egy nagyon nagy slepje. Ahogy Ausztráliában találkoztam vele 12-ben, mikor volt az első ausztrál ilyen turné, és akkor elmentem, és ki volt írva, hogy Orszánszki Jackie és barátai. És Ausztrália legnagyobb jazzzenészei, csak mint barátok, ott játszottak. De komolyan, olyan zenekar volt, hogy 30 tagú volt. 4 orgonista, 5 basszusgitárosa, Jackie pedig. Tehát nagyon nagy figura volt Orszánszki Jackie, és akkor is volt egy slepje. És ebben a slepben egyébként a Tátai beletartozott, meg a Mogyorosi Laci, aki legjobb technikás gitáros volt. És akkor ők is unták már, és elmentek bandáról bandára mentek, ahol Pesten, ahol valót lehetett szórakozni, és akkor azt mondták, hogy beszálljunk. Igen. És akkor ezt nevezték még közönség oszlató zenének. Sokan voltak, és még mindig kellett volna 3 menetet játszani, csak a főt a Jackie, vagy valaki. És akkor hátul itt a dobnál éltem, és akkor beszámolt egy olyan tempóba, tehát a ritmus, tudjátok, hogy hát a dobosnak azért vannak könnyű tempók, de vannak a nehéz, az ugyanolyan, mint a bringázásban, hogy lassan bringázni, az nehéz. Gyorsan mindenki tud menni, de lassan dobolni. És az Orszánszki Jackie beszámolt, hogy 1, 2, 3, nem mondom, de ez. Mi ezzel indul? És akkor én már tudtam, vagy arra rájöttem, hogy az úgy kell ilyen nagyon lassú tempoknál, hogy a dupla ritmust veszek. Tehát, tehát nem lehet engem becsapni, gondoltam. Na mindegy, szörnyű volt, és jó volt. És egyben így. De már is el is kezdett oszlani a közönség? Hát persze. Hát énekhang semmi, csak izé bazseb. Jó volt ez. Lassan odaérünk a Hungáriához, illetve nyilván az első Hungária korszakhoz. De azt megelőzően az érdekel engem, hogy tehát benned mikor kezdett kialakulni az, hogy én egy jó dobos vagyok, sok zenekarba hívnak, egyik zenekar, mindig áthívnak a másik zenekarba, de hogy ez neked nem elég, vagy hogy benned több van, akár dalszerzés terén, tehát akár hogy megmutatni magad dalszerzőként, akár a frontemberség terén. Van egy ilyen, esetleg egy meghatározó pillanat, amikor azt tudod mondani, hogy na igen, akkor éreztem azt, hogy nekem több kell, mint a dobolás? Hát ugye eleve gitárosnak indultam, igen, és akkor csak lettem dobos, de a gitár az mindig ott volt, és amikor lehetett olyan magnót kapni, amikor föl tudtál venni egy sávra egy gitártémát, és akkor másik sávra egy másik kíséretet, és a kettőt együtt hallgattam. És tudtam úgy játszani, hogy egy dobot fölvettem, és közben énekeltem, de már alatta volt a ízét. Tehát akkor tudtál, mint egy zenekar lenne, tudod? Tehát a sávonként feltudtál. Igen, sávonként fölvettem, és akkor már írtam saját számokat. Az első volt az első dalom, volt egy Madár című, senki által nem ismert dal, de nagyon szép. De várj, ez méltatlanul elfeledett dal? Nem, ezt soha nem írtam meg, de egy gyönyörű volt, és a Kékezoli Isten nyugosztalja mindig mondta, hogy volt az, és akkor elénekeltem, azt mondja, ez nagyon szép. Olyan szövege volt, hogy egy madár a barátom, és fönt a fészke, és mikor én nagyon éhes vagyok, akkor ledob egy ízét saját és tojást is ennek. Nagyon nagy. Na mindegy, ez volt. Mire beszéltünk? Hogy az mikor fogalmazódott meg? Ekkor, és aztán utána a minden zenekarban énekeltem egy pár Beatles számot. És mikor azért a klubokban, ahol 80-100 ember volt, akkor ilyen közelről látod a lányokat, és látod az arcukon azt a visszajelzést, hogy ez oké. És elkezdik enni az arcodat, vagy hogy úgy látod, hogy hatásod van. Mert ugyan ezekben a napokban játszottunk az ifjúsági parkban is, ugye? Fenn. És, de hát ott úgy elvész a te személyed, az a te egód, és úgy belevész mindenbe. És akkor azt gondoltam, hogy jó lenne számokat írni. És amikor később a Mennyhárt János csatlakozott hozzánk a Fennbe, ő is nagy Beatles-es volt, és ő is nagy zeneszerző volt.
illetve egymást néztünk, hogy fél nagyon gagyi az, mint játszol. Tudod, hogy folytatnám Jens-től? Add ide, és akkor tadadá. Gyakorlatilag úgy volt, mint a Beatles-nél, hogy a McCartney és a Lennon egymást így inspirálta, meg húzták egymást, tudod, szóval. Ja. Ugye Menj hát később a V-motoroknak lett többek között a gitáros, hogyha valaki nem ismerné, de nyilván csak szakértők ülnek természetesen. 74-ben, remélem, hogy jól mondom, kerestek meg ugye a Hungáriától, és azon gondolkoztam, hogy ugye ha jól tudom, az a Novai Gábor keresett meg, aki már, hát én csak próbáltam visszafejteni a sztorit, hogy hát ott már a Generálban is ő benne volt, hogy amikor a Novai megkeresett téged, akkor nem villant be neked, hogy... Engem miért keresett meg a Novai? Bocsánat. A Hungária, bocsánat. Én kerestem meg őt. Igen, csak azt, bocsánat, de hogy nem ő küldte el a fenyőt, hogy beszéljen veled? Nem ez volt a sztori? Nem. Akkor ezt viszont rosszul írtad le a könyvedben. Hát egy olyan ember írt a könyvet, aki még olvasni sem tud, nem hogy írni. Na mindegy, ez. Nem ezt a könyvet, egy másikat. Novai egyébként sok helyre elhívott engem, nem tudom, ki ismeri a Novait. Többek között a Zégi együttesbe, és a Zégi, de kár, hogy abban nem játszottam. A Zégi együttesbe volt a Révés Sándor, a Várkonyi Mátyás, a Novai, meg én lettem, egyszer-kétszer próbáltunk, de... Hát én akkor azt gondoltam, szinte a Generál, vagy a Generál. Igen, és akkor azt gondoltam, hogy jobb lenne nekem pénzt keresni, és akkor elmentem át zenekarba. Tehát ott csak próbáltunk, hogy nem lehet. Akkor nézzük meg, akkor, hogy a Fenyő eljött, és ott volt valami, volt egy híre. Hogy zajlott a beszélgetés Fenyő Miklós? A Vám, ja, hogy a Ferm. Akkor a Fermből elhívott. A Ferm az egy csodálatos zenekar volt, baráti társaság is volt, meg jókat muzsikáltunk. Ott tanultam meg például zenét szerezni igazándiból két nyáron keresztül, 71-72-ben. Játszottunk a Lellei Ifjúsági Parkban, és hát csak este játszol, és napközben pedig kimentünk a strandra. Kivéve engem, mert én nem szeretem strandra menni, mert ott, nem tudom, vizes lesz az ember, meg mezítláb kell járni, meg ilyen marhaság. És akkor ott ifjúsági parknak, a Lellei Ifjúsági Parknak volt egy zongorája, azt ki lehetett nyitni azt a izét, hát mondjuk úgy lehetett kinyitni, hogy egy baltával az ajtót, és akkor mert hogy le volt zárva. Pont volt egy balta, nem? Igen, mindig volt egy balta, és akkor megtanultam zongorázni is abban a két évben, és zenét szerezni. Úgyhogy itt. És akkor ebben a csodálatos közösségben, amit Fermnek neveztek, és egyébként csak egy mondatot, hogy azért nem volt soha a Ferm együttesnek lemezfelvétele, tévé felvétele és onzavájte, mert hogy a két környeinek a papája katonatiszt volt, még hortista katonatiszt, ez még nem lett volna baj, mert aztán átvette őt a magyar állam, mint új néphadsereg, az új tisztje, és akkor jött az 56, és Vácon volt katonai parancsnok, és a forradalmároknak kiadta a rádiót. Hát ami éjbe kiáltott bűn, sőt fejbelövés jár érte, de ugyanebben a laktanyában el is bújtatott 4 AVH-st. És ezt mondjuk tudták, és akkor ugye régen figyelték a zenekarokat, és ki van benne, hát aki azért mikrofont kap, azért meg úgy játszik, meg azért az legyen ilyen transzparens, ugye átvilágítható, és át is világították két környeit, és ezért nem vittük semmire ez a felmegyítés. És aztán egyszer csak a Kékes Zoli, aki játszott a Fennbe valamikor, egy évig, vagy egy fél évig, fél nyáron keresztül, azt mondta, hogy elmegyünk téged megnézni, hol játszottak. Mondom, Csepelen játszunk, Lőrincen játszunk, és akkor eljöttek. Először Lőrincen, az nagyon jó volt, mert ki volt írva, hogy teltház, nem lehet bemenni. És akkor valaki üzen nekem, hogy itt van a Hungária. Mondom, jó van akkor. Várjanak egy kicsit, mondom, engedd be őket, csak egy picit várjanak, hogy érezzék azt, hogy ez. Na, és akkor ott szünet volt, és kihívott a Fenyő, kihívott egy ott a közeli Karolina útra, hát közel van, és akkor megbeszéltük, hogy átmegyek. De hát mondjuk a Fenyének volt egy személyisége, tudod, meg akit azért régen nagyon nagy tisztelet. Mivel csábítottál? Mit mondott? Azt mondta, hogy gyere. Mondtam, jó. De nem, tehát mondjuk tényleg nekünk volt, már aki a tévében volt, meg elért valamit, volt egy tisztelet azok felé, muzsikusok felé, és akkor ő meg ki mit tud, győztes volt, sőt,
nekem meg volt mind a két Hungária lemez, és nagyon tetszett. Tehát tetszett, hogy a Fenyő olyan furcsa hangja, olyan flagmán énekel, baromi jó a zenekar, hihetetlen jó a zenekar, és azért nem annyira népszerűek, mint ahogy kellene. Tudod? Hát ez volt, tehát mi volt a nagy választóvonal a zenekar? Az, hogy lehetett lemezed. Ezt szeretem kérdezni, tehát a lemez és a tévé? Vagy a rádió? Tehát, hát azért, ez már így hát a Hungária együttes és a Ferm együttes, ez ma is ugyanazt jelenti. Az egyiket senki nem ismeri, a másikat mindenki ismeri. Uh-huh. Úgyhogy az volt. És akkor azt mondtam, jó, de azért eljöttek még egy helyre, az Csepelen volt a munkás otthon, és akkor ott bejöttek, látták, hogy kevesen vannak, néhány ilyen Csepeli ampit táncolt, és oda mentem a mikrofonhoz, felálltam a dobtól, és elénekeltem a Mrs. Vanderbilt című Paul McCann. Ho, hey, ho. Ezt a számot, és azt mondták, hogy jó, jó, de hát itt nem énekelni kell, hát a Fenyő fog énekelni. De azt mondták, hogy figyelj, holnap viszont elviszik a dobodat. Vagy aznap elvitték a dobomat, igen, azt hiszem, becsomagoltunk. Volt a Fenyőnek egy fehér Ford. Ilyen busza, mikrobusz is betettük. Elbúcsúztam a Vandertől. Mindenki sírt, mindenki, még a technikusok is. És akkor elmentem. És onnantól kezdve kezdett egy teljesen más világ. Tehát egy olyan világ, hogy persze ott vagyok a zenekarban, de nem úgy van, mint a Fennben. Hát a Fennben hazajöttünk, mondjuk Balaton felől, akkor ott aludtam a környéknél, mert ők ott laktak. És hiába volt egy szoba összkomfortjuk, ott aludtam velük, az orgista meg a basszusgitárs között valahol. És akkor ugyanazt ettem abban a hűtőszekrényből, és ők is szegények voltak, de minden, ami ilyen volt. Tehát, hogy ilyen álkommunizmus volt. És ehhez képest a Fenn beléptem a Hungáriába, ahol mindenki ilyen egyenesen beszélt, mindenki kocsia volt, kivéve engem, nem vittek engem sehova el, haza éjszaka megérkeztünk, és akkor villamossal, vagy így gyalog hazamentem, akárhonnan jöttünk, tudod? Az olyan rosszul esett, tudod? De hát... Hát ez a valamit valamiért, nem? Hát aztán úgy emberileg azért megszerettem őket, és azt gondoltam, hogy miért? Hát persze, ők is fáradtak, azért nem visznek haza, haza akarnak menni. Na mindegy, ez tök más banda volt, és... Tehát ez akkor inkább, tehát, ha jól értem, azt akarod mondani, hogy még a Fermi baráti közösség volt, uh-huh. ez egy profi, egy profi igen. zenekar igen. volt. Igen. Tehát, nem feltétlenül érzelmi úton persze, nem fér bele. Uh-huh. Nem tudom, hogy ne férjen bele. Ugye a Hungáriának az egyik ilyen nagy elődje, vagy legalábbis nagy mintája a Beatles volt, illetve hát volt is a Hungáriának egy periódusa, és a Beatles a számodra is nagyon-nagyon fontos. Valahol azt nyilatkoztat, hogy ha most már találkozhatnál Paul McCartneyval, már akkor se találkoznál ezt. Hogy értetted? Tehát, hogy nem tudom, jó, ez most volt, de hát én akkor is így gondoltam, hogy nem kell minden álmot széttörni. Tehát nem kell, hogy ő is lássam, hogy ő is egy ember. Ezt nem akartam soha. Én azt úgy meg akartam tartani, és ma is megtartom. Voltunk Bécsbe egy koncerten a Fenyővel, bejutottunk oda, ahol ember már nem juthat be tényleg. Tehát Obama elnök nem tudna bejutni, de mi bejutottunk oda, és ott ebédeltek, és így mentek el mellettünk a színpaddal, csak azt kell mondani, de nem mondtuk, tudod, se én, se a Fenyő. Mert nem. Na mindegy, és... A Beatles szeretetét én vittem be a Hungáriába, tehát hogy a Beatles stílusban játszott a Hungária, az annyira volt, mint egy katalizátor. Bementem és azt mondtam, ezt a Sipos mindig elmondta, a Sipos volt a basszusgitáros és egyben a zenekarnak a vezetője. Nem a Fenyő. Igen. Nem. És állítólag a Sipos mindig elmondja, azt mondja, hogy találkoztunk akkor a Berlin sörözőbe, és az első kérdésem az volt, hogy fogadjunk, hogy több Paul McCartney képen van, mint neked. A Fennben mindig fogadtunk, mindenben. Tehát ez az a mondat, hogy fogadjunk, hogy ez. És akkor azt a Beatles szeretetet bevittem, ami már egy tűz volt, vagy parázs volt a többi háromnál, de én tüzet csiszoltam ebből. Tehát fújtam, és föllángolt bennük. Egyébként meg a Hungária legendással jól tudott Beatles-t játszani. Tehát a Fenyőnek és a Siposnak a hangja annyira egymáshoz idomult, mint a McCartney Lennon. Hát nem olyan jó volt, de ugyanolyan érdekesen félelmetes, hogy így hozza néha a sors, hogy tudod, régen még úgy figyelték az, hogy két hang
egymáshoz, hogy cseng, tudok, hogy mennyire idomul egymáshoz. Ma ez ugye mindenki ordibál, és nem nagyon tudod, vagy nem fontos az, hogy ki hogy énekel, vagy ki hogy tercel, vagy rátesz egy szólamot, az nem fontos, mert nyilván más a fontos most, nem rosszabb lett, csak más. Ugye a Hungáriának volt ez a híres Beatles korszaka, is hasonló frizurát csináltatok, gombafejűek lettetek, hasonló ruhát hordtatok, és meg ne bánt, hogy miután az életed éppen elég sok sikerben többen bővelkedik. Ugye azt mondhatjuk, hogy ez egy kudarc történet, abban az értelemben, hogy nem lehetett nagy lemezetek. Ugye két kis lemeze jelent meg a Hungária Beatles korszakának, hogy ennek egyrészt mi volt az oka, tehát Erdős Péter volt az oka, vagy volt más oka, és hogy éltétek ezt meg? Hát mindig. Az út végén, ahogy a Máté Péter mondta, én utálok az út végén. Az mindig Erdős Péter volt, aki egyébként engem szeretett. És... Na mindegy, és hát mi játszok a Beatles-eket, és nagyon-nagyon-nagyon jól éltünk. És még annál is jobban éltünk Nyugat-Németországban, Nyugat-Berlinbe. Meg elmentünk sok turné, a szoci turnékra. Lengyelország, és ezek nagyon nagy NDK, ezek nagyon-nagyon-nagyon szerették. És respektálták a magyar izét, és magyarul énekeltünk, és minden magyar rész előtt és utána volt rock and roll, Beatles, meg oldies. Úgyhogy nagyon-nagyon sikeresek voltunk, nagyon sok pénzt kerestünk, nagyon nagy csibészségeket csináltunk a Hungáriába, és akkor utána azt mondta, akarta kérni? Türelmetlen voltam előtt. És akkor azt mondták, hogy akkor legyen egy nagy lemezünk. És aztán Sipost felhívták, és azt mondták, hogy hát ez a nagy lemez, ez sajnos nem sikerült. Erdős ezt mondta. Mert mikor a szűcskudítót meghallgattuk, akkor itt meleg volt. Érti, apikám, itt meleg volt. Mikor magukat meghallgattuk, nem volt meleg itt. Erre aztán nem adták ki a lemezünket. És akkor, egy ilyen szakmai érve előtt éppen meg kell hajolni, nem? Tehát, hogy ez nem olyan lehet. Nem akarták kiadni, és akkor volt egy szerencsétlen ember, aki az Erdősnek volt az ilyen ostora, vagy annak nem mondom a nevét, az iratott egy szakmai, hogy azért nem jelenik meg a lemezre, mert plagáli zárlat, másodfokú diszonás C-durnak a második fokának a harmadik, tehát valamilyen azt tudtuk, hogy ilyen. És akkor még összehívtunk egy grénémot, akik akkor nagy zenészek voltak, vagy nagy szövegírók voltak. És mindenkitől megkérdeztük, hogy hallgassátok meg, szerintetek ez tényleg olyan gáz? Uh-huh. Na mindegy, és addig, hogy aztán kis lemez lett belőle, ez lett a Beatles Lász című lemez. Az előbb már említetted, hogy ugye a Hungáriával nagyon sokat utaztatok. Tehát volt Lengyelország, NDK, Szovjetunió, sőt, ha jól tudom, a Hungáriával jutották ki először nyugatra. Most nem is a spanyol turnéra gondolok még, hanem és az viszont nem volt teljesen, nem történt teljesen legális körülmények között. Semmi nem volt legális, soha. Na, akkor hogy jutották ki először nyugatra? Hát mert a Fenyő meg a Sipos két ügyes srác volt, és mindent el tudtak intézni, illetve a Fenyő az nem, mert azt nem kamáztak akkor is. Azt mondta az Erdős, hogy api magi, olyan braigesz. Hát ez egy ilyen kifejezés, olyan braigesz. Meg egyszer meg azt mondták, hogy jaj, Fenyőkém, ez is az Erdős volt. Maga egy azespó nem, azt te is maga is tudja, hogy maga ez egy azespó nem. Azespó nem. Na mindjárt éppen ezért a Sipost küldték be mindenhova, és ez a Sipos intézett mindent, a spanyol televíziót, a kezdve a Nyugat-Berlint, Nyugat-Németországot. Hát az nagyon ügyes volt a Sipos, és aranyos fiú. Olyanokat csináltunk a Hungáriával, ezekkel átmenni a határokon, csak piros útlevélünk volt, illetve volt egy kék útlevél, amit csak nyugati szerződéssel lehetett fölvenni az interkoncertre. Mondjuk el, mert itt vannak fiatalok is, tehát ugye hát a szocializmusban kétféle útlevél volt, a piros színűvel lehetett menni a baráti országokba, tehát a szocialista blokkon belül, a kék útlevél meg az volt az óriási kincs, mert azzal mehettél ugye a kapitalista országokba. Igen.
De akkor ezek szerint nektek inkább nektek piros volt? Képzeld el, hogy ezt a pici történetet hagyd mondjam el. Még nem mentünk át Nyugat-Berlinbe, de NDK-ba egy szombat volt, és lemondták a koncertünket Berlinbe, nem tudom miért. És akkor a Sipos meg a Kékes elmentek egy valami Gojko Mitics indián filmet megnézni. Én a fenyével ott maradtam, ez a Stadt Berlinben volt, és azt mondta, gyere át, fölolvasok, mert szeretett olvasni a fenyő, és fölolvasott nekem rejtően ő 14 karátos autót. Úgyhogy alsógatyában ültünk, cigarettáztunk, borosztunk, vagy söröztünk, és akkor ő olvasta. És param, jó, ment a Gorcse Viván történet. Egyszer csak megszólal a telefon, fölveszi a fenyő. Hegedűs, az a Hegedűs Lászlóról beszélünk, aki idehozta az első zenekarot. És azt mondta Hegedűs, megkaptátok a plakátot meg, de mit csináltok ott Berlinbe? Lemondták a koncertet. Hát akkor miért nem mentek át Nyugat-Berlinbe? Hát hülye vagy, hát azért, mert nincs piros, csak piros útlevőink van. Azt mondja, akkor figyelj, fenyőkém. Átmentek a Friedrichstrasse-re. Ott van egy kapu, ott nem ismerik ezt. Oda tettük, letettük, itt van a bütyök. Mert nem tudják, hogy van különbség, van piros és van kék. Tudták, de volt egy olyan tőke, elmondta, hogy azt mondta, hogy mikor érkeztetek. Azt mondtuk, hogy ma. Na, azon a nap, mikor megérkeztél, azon a nap át lehetett menni, piros út lett. Na mindegy. Azt mondta a fenyő, én csak hallottam a telefonban, azt mondja, anyád életére? Jó van. Figyelj, visszamegyünk és lesítenek minket, ez ilyeneket mondott a fenyő. Letette. Kipróbáljuk. Én már pusztam a gatyámat. És akkor rohanás a szürke NDK-ból, a Stadt Berlinből, elég közel van a Friedrichstrasse, és átmentünk. De azt az átmenetet, azt képzeld el, hogy fenye meg én, oda tesszük a este 11 órakor. Oda tesszük az útlevelet, és a náci bácsi, aki ugyanúgy néztek ki, mint a náci. Tudod, ilyen sapkájuk volt, így föl, kunkorodott föl, és elkezdett, tehát úgy nem nézték meg az útlevet, hogy megnézték, hanem mindig gyanakodtak. És mindig azt mondták, hogy Vertrauen is good, aber Kontroll is besser. Jó a bizalom, de azért a kontroll az jó. És így nézegetett. Levett a szemüvegét, nézegetett, gyanakodott, letette. Én elvette tőlem is, így nézegetett. Letette, kis ablak behúz, telefon föl, azt mondom, lebuktunk el. Azt mondja, fenyő, próbálj meg nyugodtan, iskolán, mintha semmi ne lenne, és röhögjünk, oké, röhögjünk, és így röhögtünk. Ezek mindegy, hát ez figyelj, hány év lesz, szerintem 6 mondom. És közben a náci bácsi, hogy telefonálgatott, és fölnézett, letett, és visszadt az útlevet, és mentünk, képzeld el. És átmentünk, és ahogy a Heged is mondta, negyedik megálló Zólisi Garten, kiszálltunk, és ott volt Amerika. Tehát Nyugat-Berlin olyan volt, mint Amerika a csúcspontján. Tehát minden, tehát ilyen Lincoln kontinentálok és lehajtható kocsival, szép szőkenők, illatosan minden, pizza illat keveredett a Chanel külnéves mind, és akkor két rákospalotai, vagy egy Szent István parki fiatalember. Szent István parki és rákospalotai, igen. És ott tátott szájjal nézték, és ordították, hogy pip show, és fú. Visszamentünk. Ettünk egy pizzát, visszamentünk. Ők is akkor jöttek meg a Gojko Mitics filmből. Azt mondja, hol voltatok? Kicsit átugrottunk nyugatra. Micsoda? Persze, etessetek. Tényleg nyugaton voltunk, átmentünk egy kicsit. És nem hittek el, és még az este még egyszer visszamentünk, de már négyen. Na mindegy, így ez. Tehát magyarán azért nem volt rossz zenésznek lenni, vagy legalábbis okos és ügyes zenésznek lenni. Eljutottunk ugye a Hungáriának a fordulópontjához, 1980-ban járunk, ugye ez a nagy váltás, és ez mindenképpen a magyar könnyű zenén történetek egy nagyon, nagyon fontos pillanat, amikor a Hungária profilt vált, és ugye a rock and roll party korszakáról beszélünk, ami ugye abban a szempontból is nagyon érdekes volt, hogy itt már nem pusztán egy zenekar állt elő dalokkal, hanem az én fejemben úgy, hogy egy teljes produkció.
tehát ugye színpadképpel, díszlettel, ruhákkal, kellékekkel, koreográfiával, dramaturgiával. Mesélj egy picit erről, hogy raktátok össze ezt, és hát ez biztos, hogy nagy ugrás volt a sötétbe, mert egy dologban biztosat lehettetek, hogy nem tudjátok, hogy milyen eredménye lesz. Hát ezt is meg kellett alakulni ennek a zenekarnak, az úgy alakult meg, hogy ez a Sipos, körül beszélünk. Ő diszidált, maradtunk hárman, felmentünk a Fenyőhöz, és azt mondtuk, hogy egy ilyen válságstáb volt, hogy maradunk, vagy szétválunk. Azt mondtuk, hogy megállapodtunk, hogy maradunk. Akkor viszont tagok kellenének. És akkor az a Michel Ziegel nevű ember, aki a nyugat-berlini fellépéseinket promotálta, az azt mondta, hogy vegyetek be egy lányt, vegyetek be egy szaxist, az kéne, és akkor rock'n'rollt játszatok, és hát jó lenne egy jó bőgős. És akkor azt mondtam, jó van, a Novait én viszem, az a Fenyő nagyon nem akart, azt mondta, hogy a Neotomból a Galácz Lajos, az jó bőgözik, mondom, ne. De azt mondja, a Novai az nem kell, az nagyon rokkos ember, mondom, figyelj, fogadjunk, hogy ez. És akkor azt mondta, hogy jó, de hát már majdnem szétváltunk már ezen az egy emberen is, mert annyira mondtam, figyelj, ennyi év után nekem nincs szavam, hogy hozzak egy embert. Akkor. A Dollinál ott nagyon nagy harc volt, mert... Szóval ott sok felegyeztetekbe jutott. Igen. Körülbelül 8 énekesnőt választottunk, hogy kipróbáljuk, egyik se akart eljönni. De benne volt a Zalatna is alóta, benne volt még a... Várj, miért nem bukásnak érezték, hogy miért? Nem, ők úgy gondolták, hogy először is énekesnők voltak. Uh-huh. Cserháti Zsuzsa is benne. Jó, akkor nem mennek be egy zenekarba. Igen, hát egy ének, igen. És akkor abban maradtunk, akkor legyen egy vadonatúj valaki, kinek van valami vadonatúj valaki, akkor még nem volt X-faktor, még tudom, hogy 5000 énekes, nem volt egy pár. És azt mondta Fenyő, van itt egy szőr a Fenyőre, itt mindig vakart, itt meg egy haj, azt mondja, van nekem egy saj, nem tudom, van nekem. Azt Dollinak hívják, ott a Kárpát utcai iskolában együtt voltak, oskolában, ő azt hiszem egy évvel fiatalabb volt a Dolly, talán baromi jól énekel, nézzük meg. Aztán meg kellett szerezni, mentős volt, tudod, mentővállalatnál volt, a Fenyő megszerezte, akkor átjött Rákospatára, elhoztuk a Dollit, ott énekelt, hát bitang. Tehát úgy éreztük, hogy ha ez nem jön, akkor senki ne jöjjön, csak ez a lány jöjjön. És akkor megcsináltuk a vendéglátó programot, hogy Nyugat-Németországban, Hamburg, Braunschweig, mit tudom, játszunk, és akkor, tehát ezt ki kéne próbálni azért ezt a műsort, tehát egy 4 részes műsort, ne menjünk már, meg nem is volt nagyon már pénzünk, és útlevelet kiváltani, vízumokat kiváltani. És azt mondta Novai, hogy ő miután régi generálos, ő elintézi, hogy az E-épületbe föllépünk. E-épületbe, az akkora dolog volt, hogy... Az volt a híres E-klub. Igen. A Hungáriának a híres koncertje az E-klubban, ami aztán később a fordulópont. Igen. Na mindegy, ez volt az a fordulópont, ez volt az első fő. Mit? Tehát ugye az egész... Hungária kivitelezésében, stílusában egy nagyon erős impulzus. Tehát én közönségként vagy nézőként nem mondhatom azt, hogy ez engem nem érdekel, ugye vagy azt mondhatom, hogy imádom ezt a dolgot, vagy azt utálom. Hogy fogadott titeket a közönség? Hogy fogadta ezt az erős impulzust? Hát ezt el tudom mondani, de akkor a... Tehát nem volt egy brandépítés, amire most mondod, hogy akkor kitaláljuk ezt meg azt. Azt tudtuk, hogy olyan ruhába kell fellépni, nyugaton nem léphetsz fel utcai ruhába, meg farmer gatyába. Ha rock'n'rollt játszol, akkor úgy kell kinézni, mint egy rock'n'rollista. És akkor szépen fölöltöztünk, eljátszottak ezért, és egy pár rekvizítumot oda tettünk. Ami a Fenyőnek, valóban ez a Fenyő. Bocsánat, szabad ne feled, azért az annyit, hogy a korszakra egy mondat, hogy azért ugye ekkorban menő az Edda például. Tehát, hogy nagyon más milyen zenei irányzatok persze. Vannak. Piramis, ekkor dübörög az Edda, ekkor tör be. Ó, tehát igazából ez az őszinte csöves rock megy. Erre ti jöttek egy ilyen pseudo Amerikával. Igen, meg a rockzene, meg a diszkózene, meg a tánczene. Na mindegy. Eljátszottuk, és tudtuk, hogy itt nagyon nagy bukás lesz, hát az E-épületben, ó, te gáz. De hát valahol le kell csekkolni, hogy tudunk-e. És itt mindig el szoktam mondani, vagy mikor erről beszélünk a műsorról, hogy az én ötletem volt, hogy ne legyen olyan gáz, hogy vége a számnak, senki nem tapsol. Hát akkor E-épületben több ezer ember befér.
Hát olyan gáz, hogy ott áll 1000 ember, és mindenki a büfébe van, tudod, és mindenki hát, ott játszol, így játszol, és mindenki hátul így beszél. Mondom, de figyelj, úgy csinálják meg a számok, hogy vég a számnak, ne legyen szünetek, és annak is vége, tehát, hogy összekötöttük. És egyszerűen csak azt vettük észre, hogy tapsolgatnak, és a büféből az akkori raj fiúk, a nagyok, tudod, a futballisták, mint a Döröcsék, Nyilasé, ezek a fickok, bejönnek a büféből, vörösboros kóla, az volt akkor a divat, hogy megállnak a színpadot, és nézik. És baromira nem értették, hogy mitől Hungária ez, mikor senkit nem ismernek, és a fenyőnek is ugye fekete. Ez volt szemek. És ott hátul volt ráadásul a színpad, és azt mondták, hogy ezt, és akkor bementük az öltözőbe, vége volt a menetnek, vagy a koncertnek, és átöltöztünk már, képzeld el, ebből a maskarából, és jött a szervező, vagy aki ezt az egyetemista bulit csinálta, hogy ismételjetek már, hát megörül a közönség. Ne hülyeskedjék. És mindenki elkezdtünk röhögni, nem hittük el. És azt mondta, de nézzetek, és kinéztünk, és valóban tomboltak. Azt nem tudom, hogy műbalhé volt, vagy igazi volt, ezt biztosan mondom, állíthatom, mert akkor összekeverték egy picit a fogalmakat, meg az érzéseket az új hullámmal, mert az új hullám itt volt. Shane de Connor, meg mit tudom, ilyen, olyan nézik, akik beszínezték a hajukat. Hazel O'Connor. Beszínezték a hajukat, és minden. És erre hajazott ez a kinézetünk. Ráadásul számokat nem nagyon ismerték, mert mind az 50-es évekből datálódott. Ezt szóltam kérdezni, akkor saját dal még nem volt ekkor? Nem. Ezek a vendéglátós számok, ami hát vendéglátós. Külön blokkokat csináltunk, volt egy Elvis blokk, 30 perc Elvis blokk, Chuck Berry, azok a rock and roll volt, és beat is volt benne még. És ennek a sikernek a híre milyen gyorsan jutott el a hanglemezgyárhoz? Tehát mennyi, vagy egyáltalán szakmában milyen gyorsan ment szét? Hát egy hét alatt mindenki akart ezt a bulit akarta. Aha. És aztán hát Erdős nyilván nem akarta, mert a Neotonnak minden szembe ment volna a Neoton sikerével. Most nem a Neotonnak mondom, vagy a Neoton miatt, hanem az Erdős akart továbbra is udvarolni az Évának. És az lett volna a legjobb, hogyha nincs is ellenfél, tehát ellenfél nélkül játszunk, hogy a Loksi ezt megírta. Igen. De egyszer szünet volt, és elment az Erdős az Évával, mit tudom én, Galapagos szigetére, de lehet, hogy csak Görögországba ment. És Wilpert Imre, ami áldott Imrénk, azt mondta, a gyerekek, most van itt egy lehetőség, vegyük fel a Kóbornál. Volt egy ifjúsági parkban volt egy koncertünk, elég gyakran sikerült, már a felvétel, és akkor azt mondta a Kóbor, hogy vegyük fel a mi stúdiónkba, javítsuk ki, meg énekünk már hozzá egy pár számot, ami kint van az Erdős. Fölvettük a Kóbor Janinál. Igen. És akkor még azért... És ekkor írtátok meg az első lemeznek a jó részét? Tehát gyakorlatilag pár nap alatt? Hát nyilván nem véletlenül, hogy annak a fele angol szám, meg ilyen medlik vannak, angol medlik vannak. Tehát viszont gondolok, hogy el is van osztva, nem? Tehát azért ott a szerzőként, hogy neked is van két szám, dalod, tehát a Novai Fenyőnek, a Fekete Gyulának is van dala, meg tudom, ez a szerzőség, ez egy neuralgikus kérdés a Hungária lemezeknél. Ezt? Tulajdonképpen, amikor már megvolt a felvétel, és azért az Erdős azt mondta, hogy hát, Nem örülök ennek, de azért kiadhatjuk, de az a Novai van maguknak saját szerzeményük. Az a Novai, teli vagyunk. Egy se volt, becsecem. Bejött Rákos Palotára a Novai, azt mondja, most jöttem az Erdőstől, azt mondta, hogy legalább 6 saját szem kell. Egy hét múlva megyünk. És akkor szétosztottuk, és azt mondtuk, hogy ahogy a külföldi számokat szétosztottuk, hogy az enyém ezek az olaszos, Diana, meg mit ezek a nagy évézé. Úgy ír mindenki egy számot, és én akkor még szerintem nem is írtam az első lemeze, vagy valamit írta. Gyere, Juli, énekel. Írtam, amire persze a Fenyő azt mondta, ez nekem jobban áll, akkor én éneklem. De hát a Robikának is kéne valami. Demokratikus zenekar volt, igen. Tehát én is lett, igen. És akkor azt mondta Kékes, de a Robikának is kéne valamit énekelni.
és akkor a Diana-t énekeltem a lemezen, de egy magyart is kéne, és akkor a Fekete Gyulának volt egy szerzemény a Neon Parádé, ami Little Richard stílusban írta meg. Neon Parádé, hey, ez mindenki lett mátik, ez így írtam, én jó magassal. És azt mondta Kékes, megvakarta az órát, azt mondja, jól, jól lenne ez a szám, de lassabban kéne játszani, Beginbe. Nem lettem ébogatat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 ébogat
De aztán eltemették a bigit. Na mindegy, és aztán így lett a micsoda bőrű az én számom, a lemezem. És ez volt, így indultunk. És egy pillanatot fölrobbant, tehát most ezt nem tudom elmondani, mert máskort érünk, tehát nem tudok arról beszélni, hogy milyen sikerünk volt hát egy pár hónap alatt. Én nem tudom mesélni, mert akkor voltam általános iskolás. Egyrészt nagyon sok férfi vagy fiútársban utána, hogy mondjam, ugyanaz a gátlás kialakult, mint bennem, tehát iszatosan haragudtunk rátok, hogy csak a nagyon jól táncoló srácok tudtak becsajozni, tehát hogy ez a Hungáriának volt köszönhető, és pont nem olyan régen egy ilyen baráti társaságban több pasi is előjött ezzel a frusztrációjával, hogy ott bezzeg az általános iskolában mi történt, viszont képzeld el, ezt nem tudom, meséltem-e neked, az én nagymamám a Pozsonyi út 32-ben lakott, kettővel a fenyő felett. És én pontosan emlékszem arra, hogy amit tényleg, amit a Robi is mondta, hogy nehéz már elképzelni, hogy a házban is őrület volt. Tehát én akárhányszor a nagyit mentem meglátogatni, a lépcsőn ültek a rajongók. Tehát ott sasszéztem közöttük föl, bocsánat, elnézést, és a másodikon ráadásul lakott egy Szörényi nevű lakó, aki nem a Szörényi Levente volt, de minden héten valaki odajött a csengője mellé, hogy Szörényi, Brody. És minden héten levakart a szegény. De hogy tényleg, gyakorlatilag egy elképesztő őrület volt akkor. Ti ezt hogy éltétek meg? Vagy akkor mondhatjuk, hogy igazi nagy sztárok lettetek? Én nem nagyon, az, hogy sztárok lettünk, azt éreztük, de hogy olyan gyorsan történtek az események, tehát hogy egy folyó szélén ott játszogattunk, meg ízés, egyszerűen fősodásba bementünk, tízszer gyorsabban mentünk mindenkinek, azt nem nagyon értettük. És minden nap próbáltunk, minden nap csináltunk valami ruhát, minden nap programok voltak, ami addig nem, gázsink megemelkedett, előre engedtek a buszon, villamoson, tehát ott tényleg az őrületes volt. Tényleg nem nagyon lehet elképzelni. Bocsás, hagyj idézelek téged, valahol azt mondtad, hogy ebben a szakmában az elismerést el lehet intézni, de az irigységet vagy a gyűlöletet ki kell érdemelni. Ha jól értem, akkor azért a szakma rendesen irigyelt titeket. Igen. Amíg a négy tagú Hungáriában volt az Orinak a másik emeleten, Ori Vörös Matitér, amit zokogónak neveztek. Az összes zokogó oda ment, akinek nem volt bulia, és ott kávézott, és próbáltak együtt valamit. És akkor, még a négy tagú Hungária sikertenségben fürdözött, és az Egy taps nem verődik össze című műsorunkat játszottuk, akkor mindenki úgy szeretett, te, Sáfi, annyira jók vagy. Megy ez a várvelegetés, tud, tényleg, és tudod mi, te vagy a legjobb. Fenyő az 26, te vagy a legjobb, mindenki te rád figyel. De mikor bejött a Rock and Roll Hungária, senki nem veregette a vállunkat. Bementünk, és hárman kimentek, négyen elfordultak, csak nekem szemkodtak, túlsba kerülni velünk. Na mindegy, és akkor ez a mondat, ez így igaz. Akarsz arról beszélni, meg kérdezelek, hogy miért ment szét a Hungáriát, vagy te miért léptél ki? Nem azért kérdezel. Ez volt a harmadik, amit akartam, hogy miért jöttél el a Hungáriát. És ez volt az én harmadikam, tehát pontosan ez, de ezt nem mondtad be a háromba. Tehát jó, akkor nem ilyen személyeskedés lesz. Nem, figyelj, nem személyeskedés, gyorsan slágvortokban elmondom. Azért, mikor a Hotel Mentor turné ment, akkor ott már nagyon nagy hibák voltak. A vezetésben, a zenekar vezetésben. Tehát ugye, hogy például a Limbo Hintót eljátszottuk fesztiválon, és az volt írva, hogy Fenyő Novai. Holott ezt írhattuk volna öten is, mert mindenki beleszólt, és egyenlően tettük bele azt a szellemi aportot, vagy aportáltuk azt a szellemizet, hogy nem úgy volt, hogy van egy szám is, ahol nem lehetett hozzányúlni, hanem lehozta a Novai egy ilyen számot, a Fenyő megírta a szöveget, de az még darabokban volt, tehát mindenki úgy nyújt hozzá.
én jelesül asztal részt éltem, hogy já, mert az én agyamban mindig volt egy ilyen karibi hangulat. Pont ez az mondani, ez egy kis karibi, igen. És akkor ott elkezdődött, és akkor, mikor már a Hotel Mentor volt, akkor egyszer odajött hozzám a lemezgyárból egy fickó, aki az Erdősnek volt az egyik jobb keze, bal keze. Azt mondta, hogy a Szücsötkának írunk egy nagy lemezt, mindenki ír, a Frenresztől, a Delusszáig, a nem tudom, és te is írjál egy számot. És írtam egy számot, ez ott a Kihajolni veszés, és akkor másnap... Ezt írtad Bob Lenski elnév alatt, ugye? Jó, igen, hallom? Lenski az a lengyel zsidó lett volna, én Bob Lenkit mondtam. Lenkit, igen, nem tudom, hogy Lenskit mondtam. Lenski az is jó lett volna, csak az már... Kérlek igen, szépen... Igen, a Lenki az szikárat jelent, igen. És akkor azt mondta, hogy írjál még egy számot, mert tetszett a Jutkának, nem is találkoztam addig a Jutkával. Írtam még egy számot, ez volt a Didergek. És akkor írtam, azt mondta, hogy a Jutka akar veled beszélni, és átmentem a Jutkához, még a várban lakott, és azt mondta, hogy írd meg az egészet. Hát mondom, figyelj, nem. Kirúgjátok az összes zeneszerzőt. Tehát a Frenrez Karcsitól kezdve, most nem is mondok már. Azt mondja, hát figyelj, nekem az fontos az elemez, írd meg az egészet. Én meg is írtam. Hát ezt természetesen mondtam, hogy ez nem lehet, álnevet kitaláltunk mindent, és akkor egyik próbán, vége volt a Hungária próbának, és azt mondta a Fenyőt, figyelj, azt csicsergik a Verebek, hogy te írsz a Szűcsődétnek. Hát mondom, ha így rákérdeztél, akkor igen. És azt mondta, nem, ezt nem lehet megcsinálni, mert a Rock and Roll egységét nem lehet bontani. Még a Kristály Kriszta úgy belefért, de egy diszkosnak nem írunk. Ha mondom, te nem írsz, de én írok. Az körülbelül ennyi volt. És azt mondom, és kimentem a szobából, és akkor még este kaptam egy táviratot a lemezgyártól, aznap este, hogy menjek a holnapi próbára, mert akkor már csináltok a Hungária harmadikat csináltuk. Menjek a Fenyő lakásán, mondom, hogy még ráadásul a lakásra, még nem megyek. De akkor már ez az aréna lemez gyakorlatilag kész volt minden számot. Mindig úgy csináltuk, hogy a Fenyő konyhája mellett volt egy pici szoba, és ott hárman, egy bőgő, gyakorlatilag hárman csináltuk. Na mindegy, és akkor én mondtam, hogy nem megyek, akkor gyere, aztán behívtak a lemezjárba, és egyszer életemben addig még nem voltam ilyen komoly helyen, mint az Ori, illetve lemezgyárnak az irodájába behívtak, és egy, azt hiszem, Rákosi elvtárs volt. Megköszönte, foglalja a helyet, kávét. A jó lenni Rákosi elvtárs? Igen, ez nem az a rót volt, ez egy másik rót volt. Okay. És kérlek szépen, ottan azt mondta, hogy ide figyeljen, miért játssz ez? Hát, nekünk van egy hatalmas nagy vállalatunk, és számítunk a Hungária együttesre, mi ebből a pénzzel is számolunk, amit maguk hoznak, és szépen keneteljesen elmondta, járjon csak maga próbára. Mondom, én nem fogok próbára menni. Azt mondta, de igen, mondom, nem. Azt mondja, csak egy pillanatot váltott, ilyen AVH-s elvtárs lehetett, tudod, így eltették ezeket az AVH-sokat. Ori teli volt különben ebben. És nem nézett, azt mondta, tudja mit? Amíg én itt fogok ülni, addig magának nem lesz lemeze. Ezt jegyezze meg, ha nem megy holnap vissza Hungáriába. Ez tiszta beszéd. És ugyanúgy, mint ahogy az édesapám, mikor a rádióval nézett, és akkor becsukta az ajtót, és mondott egy cifrát. Ugyanez történt a fiával is, ott ilyen Adi Endeféle ilyen. Én is mondtam egy cifrát, és tudtam, hogy soha nem lesz lemezem. Ennyi volt. Nem mentél akkor másnap ugye Hungáriára. És jön egy nagyon érdekes periódus, bevallom, hogy erre nem emlékeztem, vagy nem hallottam, hogy tehát mielőtt megalakult volna az Ergo, ezt igazából most olvastam, hogy te visszamentél egy rövid időre vendéglátózni, nyilván kényszerből, hogy az érdekelne engem, hogy mondjuk amikor ugye, hát ugye Hungáriával ugye... Nem. Vagy beszálltál zenekarokba? Beszálltam mindenféle zenekarokba, de akkor az ön... Akkor beszálltál kísérő zenekarokba? Hát jam sessionre jártam, akkor óriási sztár voltam. Tehát akkor nem is tudtam volna beszélni, nem.
Tehát ez fogalmilag sem. Akkor ezt is javítsuk ki majd a könyvben, jó? Tehát Jó. Erről a nagy alakú könyvről beszélek. Olyan zűrös volt, hogy akkor ittam életemben először már olyan, hogy többet a kelleténél. Mindig bennem volt egy mérték. És dohányoztam, és kocsit vezettem jogosítvány nélkül, ittassan, és tehát minden belefért. Az nagyon zűrös volt, mert pontosan annak az attitűdnek megfelelő, ahogy a lelkem érezte a világot. Mennyi ideig tartott ez? Hát ez ilyen 2 hétig. Uh-huh. És akkor nem tudta, hogy hol ébredsz, hol, akkor mit csinálsz? És akkor a környének szóltam, és ez már az ergo története. Egy biztos, hogy ez volt október 30-án, valahogy így, és akkor novemberben már megjelent a Hungária lemeze, ez a lemez, és megyek fel a lakásomba, és még belépnék, egy óriási torta van oda téve, a torta tetején kinyitom, egy ekkora zöld béka. És ott a Nova írta, azt mondja, már aranylemez a Hungária, ezt a békát viszont le kell nyelned. Az a Nova írta, aki egyébként, hát most is barátom, vagy nem mondom, hogy barátom, de jól ismerem, vagy mit tudom. És akit egyébként én vittem oda a Hungáriába, ugye? És ezt abba a sebzett emberbe, aki elmondtam az előbb. Tehát, hogy nem volt, ami tudta volna a vért felszívni, mindent, tudod? És akkor egy pillanatot a Jóisten azt mondta, jó van, fiam, adok neked társakat, és lesz egy ötleted. Hívd fel a könnyeit. Fölhívtam az idősebb nálam. Ugye már játszottál együtt. Igen. A kezdetén. Mondom, Attila, mit csinálsz te? A felnek volt ő. Igen. Azt mondja, én NDK-ban, egy éjszakai bárban, de én abba hagyom, mert abból élni, meg abból élek, hogy mikrofonálványokat hozok ki, és akkor háromszorosan eladom, de ez filléres. Mondtam, figyelj, gyere át. És szóval Attila le akart beszélni, hogy én kiszálljak a Hungáriából. Mondom, erről nem tudsz Attila beszélni, vagy lebeszélni, mert ez már eldöntött tény. És akkor elkezdtünk zenekarokat toborozni, tagokat toborozni. Én nekem volt egy elképzelésem, hogy a révészt elhívom énekesnek, tehát én tovább dobolok, révész énekelne. Ő ment, hogy a James-t elhívja a Loksiból, a Loksinak nagyon rosszul ment akkor. Kevesen tudják, de a Loksi azért oszlott akkor fel, mert egyszer már nem ment. Most persze legendás, óriási zenekar, és megkérdőjelezhetetlen az, hogy a Lokomotív, de akkor nem adtak kellemezeket. Nagyon-nagyon keveset. És akkor még el lehetett volna hívni a James-t. De valahogy így alakult, és akkor azt mondtuk, hogy legyenek vadonatúj emberek, ugyanúgy, mint a Dolly. Tehát a szakmában senki, 0 kilométeres. Úgyhogy aztán és akkor a busz megállóban megláttad a Charlotte-ot. Igen. De a Tibike volt a legaranyosabb. Mentem ilyen olyan, mint a X-Factor vagy a Kimi Tud, és akkor lementünk vizsgáztatni a zenekarokat, és akkor Gyulán ott volt a Tibike. Aztán utána volt egy kis stúdióm, ott megtaláltam a Holló Józsit, tehát az csodálatos volt. Az olyan, mint a Leher István úgy zongorázott, csak Holló Józsefnek hívták. Tehát ez a Jóisten különös kegyelme volt, hogy ezekkel az emberekkel így, ebben a formában találkoztam. Soha nem tudtam volna jobb tagokat. Tehát ez, lehet, hogy persze mások azt mondják, hogy ez nem a Jóisten, hanem ez a véletlen, de a véletlen a Jóisten, az a hülyék Istennek tudjuk. Én így úgy gondolom, hogy ezt a Jóisten így akartam. A két lányról pontosan tudjuk, hogy az hogy volt, bombázó nevű számot fel kellett játszani, és kéne egy bombázó, de ki az? Mert akkor még bennem volt az az iskola, a Hungária iskola, hogy mindent megjelenítünk, amiről beszélünk, annak ott kéne lenni. Mert a szónál, vagy a hangnál még több, hogy vannak olyan emberek, akik vizuálisan értik meg az egészet, ami ott történik a színpadon. Legyen egy csal. És ez volt a Charlotte. És a Sárlottal megkérdeztük, hogy van-e egy másik ilyen lány, mint ezért. Azt mondta, van-e kifutón egy gyönyörű kis lány. Azt hiszik, hogy testvérek vagyunk, de ez egy magyar Varga Éva. Hozd el, így aztán meg lett. Na, és látod, milyen jól átugrottuk, nem beszéltük meg a nevet, a Csikidámot, se a Gidákat, tehát hogy így is meg lehet oldani. Magát a dizájnt, tehát a dizájn meg az egésznek az
az összképe az honnan jött? Tehát amikor én tisztán emlékszem, amikor megláttam az első képeket, vagy nem is az első képeket, talán egy picit később már, hogy ez a, ugye ez a szafariba oltott katonaszövek, szökevények mennek valami, nem tudom, valami ismeretlen területen, de nagyon, nagyon szexin néznek ki, és mintha egy Rejtő Jenő könyvből léptek volna ki. Tehát, hogy ezt kitaláltak ki. Hát elmondtad, mindent az Attilával együtt közösen. Elmondtad, ez Rejtő Jenő közös szerelmünk volt, a sivatag, a francia légió, és minden. És ezek a ruhák, ezek a minden ötlet onnan jött, hogy mi lenne. Attila azt mondta, hogy valamelyik német rokonától kapott egyszer egy szalmakapot, és behozta. De akkor már még nem volt Ergo kitalálva, akkor még a Zoo állatkert volt a nevünk, meg Kino volt, meg Café Boys, meg sok nevünk volt. És lehet, hogy, ezt most nem tudom, lehet, hogy a kalap hozta meg azt, hogy Ergo, mert Attila egyszer átjött, hogy aztán megvan a név, ne is gondolkozzunk rajta. Ergo, az nem azt jelenti, hogy mind a latinban, hogy R van, R az Robi, kötője, és mi megbusztítunk téged, hogy gyerünk, Robi. Azt mondtam, ez jó név, ez tényleg jó név. Ego, de kellett is ez, és rövidnek kellett. Tehát tudtuk, hogy a Kft. Akkor ez már jó, LGT jó, ezek a három betűsek, ezek frankok. Azt, hogy mennyire bízott bennetek a lemez, gyermezi, mégiscsak végül lehetett lemezetek, azt egyetlen egy dologból lehet látni, utána olvasva, mégpedig azt, hogy az első lemezetek először 30 ezer példányban jelent meg. Ugye az állami hanglemez gyár, vagy azokat a lemezeket jelentette meg ilyen alacsony, hát most már rövidesen hangzik, amelyikben nem bízott, vagy azt gondolta, hogy csak egy réteg zene lesz. Hát ugye ez viszonylag gyorsan kiderült, hogy ez tévedés volt. Ha jól tudom, abban a periódusban mégis 520 ezer példány kelt el ebből a legelső lemezből. Itt tudsz egy ilyen mérföldkövet mondani? Melyik koncert, melyik szituáció volt az Ergónak a nagy áttörése? Ez megint ugyanaz, mint a Hungária sikere. Tehát mai ésszel felfoghatatlan, hogy micsoda figyelem őveszt ezt az egészet. Hogy az a mesebeli kis mesehős, a legkisebb gyerek ott hagyja a szülői házat, a gazdagságot, a sikert, és akkor elmegy próbálni szerencsét. Ez nyilván, ez engem övezet, és ez a szeretet, tudod? És az első bulink a tavaszi fesztivál, Turbok János, Kertészeti Egyetem, papíron kezdünk, 8-kor, 7 órakor betörték az ajtókat, ablakokat, mindent, de azt mondta Turbok, hogy el kell kezdeni játszani, mert itt botrány lesz. Megálltak a villamosok ott, voltak egy, és hát ennyi volt. Szegény Tibike úgy jött be a bulira, hogy már őt se engedték be a gitárosok. És azt mondta, hogy ő a gitáros, ne szórakozzon, mert kiment anyukájára, hogy azt mondta, hogy hatan mondták eddig, hogy ma ő a gitáros. Még így magának. Végül aztán a bátyám a zöld Warburgjának a csomagtartójába így betette a Tibikét, becsecsomóan, és úgy jött be. Bátyámat beengedték. Kintáltak a csomagtartót, Tibike kiszállt, és Ez szabadtéri koncert volt, ugye? Nem, ez a Kertészeti Egyetem. De úgy értem, hogy utána volt, ott is a Turbok volt a konferenciai. Igen, az augusztus 20-a volt, amire beszélsz. Az BS helyén, a BS mellett, augusztus 20, ott több mint 60 ezer ember volt, nem tudni miért, ott egyébként egy orosz katona berúgott és megölt két ember, tehát ott minden volt. Ott minden volt, és nálunk az volt akkor az ami azt az inger küszöböt átszakította, hogy még kérdéses legyen az, hogy ez létjogosult ez a banda, vagy nem. Képzeld el, hogy én 1984-ben voltam először Ergo koncerten. 87? 84-es. De hát nem magamtól mentem volna, mert akkor ugye nagyon ilyen, ma azt mondjuk, hogy alternatív zenéket hallgattam, tudod. Úgy is nézek ki most is az egyik. Igen. De hát ugye volt egy nagyon csinos lány az osztályban, Szilágyi Mónika, aki óriási Ergós volt, és hát szóval muszáj volt, tehát menni kellett, tehát hogyha az ember szeretett volna bármit is elérni, és éppen pont a kekre mentünk el, és két élményemre nagyon élénken emlékszem, az egyik az, hogy úristen, hogy mennyi jó csaj van itt. Tehát, hogy az, hogy beléptem, és egészen elképesztő. A másik meg az volt, hogy ugye volt bennem egy ilyen ellenérzés, mert hogy ilyen másfajta zenéket hallgattam, és én próbáltam úgy, hogy hát ezt jó, hát hagyjuk már ezt, nem már tényleg. És ugye a második dal után azt kellett mondanom, hogy basszus, ez jó.
Tehát, hogy annyira jók voltak. A basszus is jó, de a dob is. Igen. De hogy élőben tényleg az volt, hogy erős volt, tehát a produkció maga is iszonyú profi volt. Tehát valódi koncertélményt adott, és azt el kell ismernem, hogy ez egy szó. Szóval az első az volt, hogy ahhoz képest, hogy a Szilágyi Mónika. Szilágyi Móni, igen. Ahova mentél le, észrevetted, hogy sok jó csaj van. Hát azért körülnéztem, tehát hogy értelemszerűen. Jó, csak én... Nem, azért összerettem, hogy érdemes Ergo koncertre járni. Tehát ez volt az első ilyen... De mi van Mónikával akkor már? Mónika azt hiszem Angliába ment férjhez. Az osztálytalálkozónkon szoktunk találkozni. Boldog családanya, tehát hogy... Tehát magyarán nem, az Ergo sem volt semmiféle negatív hatással az ő személyiség fejlődésére. Sőt, kifejezetten boldog ember lett, tehát hogy... Biztos sokan voltak így, mert hogy ekkor alakultam a híres Ergo Klub is, hogyha jól emlékszel. Igen. Amelyek szintén Buda Kalászon, jól mondom, hát egyszer még forgattam is ott emlékeim szerint. Mennyire volt fontos számodra, hogy tartsd a kapcsolatot a közönséggel, tartsd a kapcsolatot a rajongóiddal? Hát én akkor is tudtam, hogy gyakorlatilag a közönségből kell csinálni egy rajongótábort, és annak legyen egy B-közepe, legyen egy atommagja. Mert a közönség az megy jobbra-balra, csak nézi. Ha sikeres vagy, akkor még többen jönnek, ha nem vagy sikeres, akkor nem jönnek már. De az a mag, aki téged szeret, vagy a zenéd miatt, vagy azért, mert jóképű vagy, vagy valamiért, és ez egybe van, ezt is a beat hajnalán megtanultuk. De legalábbis az a vonal, hát, mert a zenének van egy nagyon fontos közösség teremtő eleje is, ugye? Igen. Úgyhogy, mi volt a kérdés? Úgyhogy támogattad a klubot. Persze, azt gondoltuk, hogy legyen, és ne divatból járjanak oda, tehát volt egy csomó pesti klub, aki azt mondta, hogy nálunk, én meg azt mondtam, hogy legyen minél távolabb, hogy, mert aki oda kijön, az tényleg rajongó. Mert akkor ott hével kell menni, bumlészni, este hazamenni, sötétben, de az tényleg. És tényleg az elit jött ki, és az mindig, amíg ő, tehát, hogy ma már ilyen nyilván nincs, de az a... Ennek az eseménynek a Facebook eventjén olvastam, hogy valaki kiírta, hogy csak aztán beférjek, mert 80 kilométerről jövök. Tehát, hogy jut eszembe, van itt valaki ebből a Budakalászi klubból esetleg? Aki azt a mindenét, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tehát azért akkor ez a 8, ez a kemény mag, ezért mindig még továbbra is működik. Akkor még többen. Megnézem, hogy mennyi az idő. Jó, nekem nincs órám, csak nehogy az legyen, hogy húha, hogy elbeszéltük az időt. Nem, csak elcsodálkoztam, hogy én azt hittem, hogy 45 percet beszélgetünk, helyettem lassan már másfél órája. Hát iszony sok minden van, amiről nem dumáltunk. Nem beszéltünk a popparódiákról, nem beszéltünk az Ergo Proletarsról, nem beszéltünk a musicalekről, meg minden egyéb ilyen tevékenység, és szűkítsük a kört. Melyikről szeretném, melyiket tartod elég érdekesnek? Te milyen távirati stílusban a végéről kezdem, a musicaleket. Soha nem szerettem a musicalt. Azért nem szerettem a musicalt, mert John Lennon azt mondta, hogy ezt úgy utálom, akkor én is utálom. De most már nem az elsőt írod. De a katona dolog musicalt, azt még Gornagy Mari kért fel, hogy csinálják egy ilyen katonai ízét, hogy a NATO 50 éves, jó, szép történet, hogy megírtuk szépen, ment a tiszti házban, ami ott a Stefánia palota. És utána pedig megkeresett engem egy pasi a Vígszínházból, hogy írjak egy másik musicalt, ez lett a Macskafogó, akinek az eredeti szövegírója a Geszti volt. És aztán még pár musicalt, például Pinocchiót meg kellett volna írnom, de én nem akartam, nem szerettem, és most is van kettő dolog. Olvastam, hogy Gábor Zsosa történetet. Kb. Hat éve írom, vagy gondolom, hogy kéne írni, tudod? És akkor még élt a Zsazsa, de azt mondta Geszti, hogy figyelj, ne menj bele. Én ezt a Légy jó, mint halálégot próbáltam, és ott van Molnár Ferencnek a Pál utcájú fiú, igen. Tehát, rossz a mikrofon. Ne ára, úgy, hogy kivétotta, bocsánat. Tehát nem, hogy az örökösök azok nagyon nehezen. Tehát valami 4 évig próbáltak a Molnár Ferencnek egy pár örökösétől elkérni a Geszti Péterig. Mondom, én nem akarom olyan
von Manstein tábornok, vagy ki volt az izé a férje. A 10. igen. Hánstadt, vagy mit tudom. Anhalt. Mindegy van. Én ebben nem vagyok erős, bocsánat, nem tudom. Ez volt az izé, musical, a paródia, ott pedig azt a, az egy stílus. Bocs, mert azért szerintem ez egy nagyon fontos és nagyon érdekes történet volt. Az kinek az ötlete volt? Hát ez nyilván az enyém. Vagy nem nyilván, ez az enyém. Mert hogy nekem a hobbim is az, az mindenki tudja, aki itt a teremben van, vagy sokan, hogy én zeneszerző vagyok, meg szövegíró. És nekem az a hobbim, tehát hogy fölkelek, és reggel írok éjgyomorra egy számot. Megreggelizem, elviszem a kutyámat, majd írok még egy számot, és ahhoz a szöveget is rittyentek. És aztán úgy gondoltam, hogy próbáljak meg stílusokba gondolkodni. És akkor azt mondtam, milyen jó lenne, és ez van a művészeteknél, a persziflázs, ez a szó, hogy mintha abban a stílusban, csak én azt mondtam, hogy akkor csinálj egy ilyen lemezt, hogy mintha, most vegyünk egy LGT számot, mintha a Dusán írna a szövegét, mintha a Presser írna a szövegét, úgy zenéljük le, mintha azok a tagok játszanának. Nem? Tudod, ez egy novum volt akkor is, és most is a világon. Hát akkor nyilván volt egy irodalmi előképe, de Karinthy Frigyes, erre utalt a cím is. Így van. Sértődötte meg bárki? Ne otthon. És nyilván, aki nem volt benne, az még jobban. Nem a ne otthon bocsánatot kérek, hanem a Presserék. Nem, túl kitömtek, az volt az igazság, hogy nagyon kitömtek. És akkor a pici, akit tiszteltünk, meg a hülyén énekeltem, jól énekeltem. Tudod, aztán azt gondolom, hogy megsértődött, hogy ő nem is így énekel, olyan szépen énekel. De az én fülemben így van az ér. Na, csak gyorsan gondolkozom, hogy mit hagytunk még ki. Hát kimaradt a katona sztori, mert ugye van egy jó pár katonadalog, 50 slágered, illetve a katonadalog, ehhez képest nem voltál katona. Ugye? Nem voltam, igen. De ezt mondjuk, azt ugorjuk el. Akkor a végére maradjon szerintem a szörnyű az, hogy én annyira nem szeretem a labancokat, az osztrákokat, de az én nagymamám még Radetzky néven született. A Szikora nagymamám. És mikor diszidálni akartam, még a Hungáriában, hogy nem vigyenek katonának, én ott álltam egy óráig a lovaszobra előtt. Mondtam, hogy nagyfater, mi legyen. Beszélgettem egy szoborra, egy vasdarabbal. És akkor lebeszéltem magam. De hogy milyen érdekes, hogy egy labancfér is van bennem, akik, ugye én nagy magyarnak érzem magam, vagy nem tudom mi az, hogy nagy magyar, meg kis magyar. Én nemzetinek érzem magyarnak, és az osztrákok annyi bajt csináltak nekünk, mint egy állam se, vagy egy népség se. Ehhez képest van bennem ilyen vér is. Ugye a fontos televíziós műsorban is szerepeltél, zsűritagként mentoráltál. Hogy érezted magad ebben a szerepkörben, tehát a fiatalok segítőjeként? És nagyon jól, nagyon jól. Én is sokat tanultam. Sok emberrel megismerkedtem. És ez, mert egy idő után ilyen nagyon belteljes lesz egy sztár élete, hogyha mindent te mondasz meg, autokrata módon. Te vagy a vezető. Nincs össze-vissza beszélgetés. Egy ideig lehet játszani azt, hogy demokrácia van, és aztán van egy pillanat, mikor azt mondod, jó, vége. Ez a jó ötlet. És akkor az lesz, és nincs már később. Lamenta. És akkor hát itt megismerkedtem egy csomó emberrel, akiknek ugyanolyan abban a szegmensben, ahol ő dolgozik, ebben a műsorban szava van, és az dönt. És nem én döntök. De olyan nagyszerű szakemberek vannak, például Siver Takács, aki az egésznek a lenne, hogyha ez nem ő lenne, meg nem a Verebély Marcia közel jobb keze, akkor ez egy ugyanolyan műsor lenne, mint az összes többi. De ez nem olyan. Ebben van izgalom, és minden. És aztán olyan fickók, akiket, például az Alföldi, meg a Geszti, tehát akkor volt egy ilyen nagyon izgalmas, ilyen vibrálás. Most én ezt kívülről nézem, mert én lemondtam január 7-én, mikor? Múlt január 7-én lemondtam, hogy nem akarok részt venni. Nagyon fárasztó, borzasztó fárasztó. Tehát ezekből az énekesekből akkor mi a műsor végén nagyon sok mindent csináltunk. Egész magas szintre fölhoztuk. A By the Way-t is, meg a Tóth Andit is.
de hát utána neked ki kell farolni, mert vége a műsornak. De a műsor van egy pillanat, mikor nem csak játék, hanem már valóságosan fölépítettél valakit. De akkor neked valóságosan azt mondják, köszönjük szépen, én vagyok az RTL, köszönjük szépen. És adnak neki egy olyan menedzser, aki még nem látott semmit. Tehát nem, hogy magát nem tudta menedzselni, mert akkor... Na mindegy, úgyhogy én nagyon örülök, hogy ott voltam, és még jobban örülök, hogy kiszálltam benne belőle, de Istennek legyen hála, örülök, hogy ez a két év benne volt. Végezetül hagyd szembesítselek egy mondatoddal. Egyébként nagyon jó olyan frappáns megállapításaid vannak. Van egy ilyen mondatod még ott a jogdíj viták kapcsán, hogy és mondját rá, a limbólécet mindannyian leverjük párszor. Tehát, hogy komolyan, tehát, hogy és találtam így 8-10 ilyet, de... Egy kis képzavarral, de azért jó. Igen. És ez az utolsó, és erre légy szíves, reagálj, ezt is te mondtad, amikor normális ember vagy, művészileg nulla vagy. Szóval akkor... Hogyha normális ember vagy? Ezt... Diszlexiás vagyok. Amikor normális vagy, művészileg nulla vagy. Tehát magyarán... Igen, ez így is van. Tehát, hogy akkor te nem vagy olyan nagyon normális, ugye? Ez így van, figyelj. Hogyha jót akarsz csinálni, mindig úgy tudsz jót csinálni, mikor kizökkentenek téged a valóságos világodban, ebből a komfortzónában, amit úgy utaltak ezt a szót, hogy ebből kizökkentenek te elő. Tehát, mikor megírtam a létezemet, akkor az volt benne, hogy azért megmutatom nektek, rohadjatok meg, hogy elengedtetek elmenni. Ez volt, és az volt egy üzenet. Senki nem tudta akkor, hogy az egy üzenet. Mit szólsz, milyen az élet? Az a fontos, hogy élek. Nézd a világítótól, hogy most üres. Tehát nincs Hungária, aki mutatja az utat. Én mutatom az utat. Fölmegyünk öten. Az elején pedig, ugye mindegy programdalnak, megmondtam, hogy más a szöveg, más a zene, más a név, és ez az Ergo. Ugye? Ez így lett sláger, hogy olyan szám, aminek nincs is refrénje. Hát az már egy találmány volt. De mindegy, csak azért mondom, hogy akkor belekerült minden fájdalmad, minden érzésed, minden belekerült abba a számba. És az a szám ma is, Isten különös kegyelméből, benne van az a szellemed, benne van, ami akkor te voltál. Tehát, és ugyanígy volt a Hungárián, és akkor egy más válság volt, mikor Csau Marina voltak. Meg ki a fenét énekel olaszul. De azt a számot, van egy könyv, majd adok neked, vagy dedikálok neked. Az benne van a könyv végén, egy CD, amikor a nagyszámainkat, vagy a nagyszámaimat eredetibe kivágom abból a kazettából, ahogy született éjszaka. Na. És ez a Csau Marina vadul olaszul éneklem, mert ez volt az élet, tehát ez indította be az egész számot. Végezetül hagyd mesélni neked, hogy ha már szóba hoztad a pálocai fiúk előadást, aminek... Én azt mondtam, pálocájú fiúk. Ami a Vígszínházban van, képzeld el, hogy tegnap előtt véletlenül a színházban találkoztam ennek a darabnak az egyik szerzőjével, aki nagyon jó barátom, Grecsó Krisztiánnak hívják, ő napjaink egyik legnépszerűbb írója, tehát 40 éves, tehát ő tényleg egy ilyen sztár író, és meséltem neki, hogy veled fogok találkozni. Ő is írt dalszövegeket, de nem ez a fő profilja, és azt mondta, hogy teljesen véletlenül néhány napja meghallgatta a Szeretlek is, meg nem is lemezt, és így elhűl, mondta, hogy egyszerűen azon nincs rossz dal. Tehát, a szakma, aki foglalkozik ezzel a dalírással, csak akkor ez a átad, vagy ilyen postázott bokkal, vagy dicsérettel, hogy ezt fogadd el így a végére, hogy így hosszú percekig beszélt arról, hogy milyen jó az a lemez. Tehát, Grecsó? Maga Grecsó. Az anyád Grecsó. Jó, hát köszönöm szépen.